Nézzük meg, srácok! A július 27-i Epic ingyenes játékokat. Kezdésképp a Homeworld-del fogunk játszani, a Homeworld Remastered Collection-nel. Méghozzá magyar felirattal, mert áthackeltem, átügyeskedtem Steamről a modot. A Steam-es verzióról Epicre a modot. Az Epic-es verzióba is lehet modokat használni, viszont a workshopban van a legtöbb Homeworld-ös mod, szóval hát igen, azt úgy oda behackeltem is, és működik. Meglepő módon működik. A Homeworld egy RTS játék, egy valós idejű stratégiai játék. Az első rész még a 99-es év vége felé, szeptemberben érkezett. Ez egy űrbe játszódó sci-fi játék, és nagyon sok díjra nevezték, és meg is nyerte, ami az év játékával kapcsolatban volt, illetve az év RTS játékával kapcsolatban volt, illetve ez volt a Metacritic-en a 99-es év legjobb játéka. Bizony. Mármint az első rész. Mi most a 2015-ben történt remasterdekkel fogunk játszani, pontosabban az első résznek a remasterdjével fogunk játszani. Azóta volt egyébként 2016-ban egy Deserts of Karak nevezetű játék a Homeworld-ből, a Homeworld 2, ami 2003-as, és a Homeworld a Cataclysm, ami a 2000-es években jelent meg. Ezt kiegészítőnek szánták az első részhez, de végül különálló játékként adták ki. A Homeworld Cataclysm egyébként a mai napig beszerezhető a GOG-on, csak ott Homeworld Emergence a neve, azért, mert a Blizzard a Cataclysmot hát lefoglalta magának. Tehát, hogy így nem tudták a gogosok megoldani, hogy a Homeworld Cataclysm nevű játék Homeworld Cataclysm néven legyen értékesítve újra. Jó ki dolgok, ugye? Szóval ez az egyik játékunk. A másik pedig a Severed Steel, ami egy ilyen FPS játék, de méghozzá egy olyan indie FPS játék, ami a bullet time-ra, az időlassításra alapul. Voxel grafikás FPS játék. Így lövöldözni fogunk, és különféle akrobatikus mozdulatokat fogunk majd végrehajtani. Hasonlít a Super Hátra, csak az ugye még egy, az egy puzzle játék, itt nem már meg teljesen az idő akar, amikor mozogsz. Ja. Falorúglás, fegyvereldobás, ilyenek. Ez egy 3-16 óra hosszú 2021-es játék. Úgyhogy ez a másik. Jövő héten pedig a Bloons TD 6-ot fogják adni, amit már egyébként adtak tavaly év végén, amikor így az Epic szórta a játékokat, akkor adták a Bloons TD 6-ot is, ami egy fantasztikus, nagyszerű Tower Defense játék, mind PC-re, mind telefonra egyaránt. Én ezt baromira élveztem telón is, és amúgy, amikor kipróbáltuk tavaly év végén, gépem is. Úgyhogy ez jó lesz. A jövő héten ez a játék brutál jó. Aztán itt van még a Loop Hero is, ami az egyik legszuperebb játék volt 2021-ben. Egy fantasztikus indie játék. Legalább annyira nagyszerű, mint a Vampire Survivors 2022-ben. Na jó. Talán annyira azért nem, de más aspektusában ez a Loop Hero zseniális volt. Körbe és körbe kellett menni. Erre majd kell időt szakítani, és ezt végig kell majd játsszuk.
félbe maradt. A Loop Hero végigjátszása félbe maradt, de ez egy olyan játék, ami abszolút nekem való. És remélem, hogy majd a ti tetszéseteket is majd elnyeri jövő héten. Kalecska, nyugalom, nyugalom. Kalecska, nem kell izgulni. Mindjárt kezdünk. Szóval, hogy ezek a játékok vannak most, és ezek lesznek jövő héten. Bezony. Bezony, bezony. Úgyhogy most indítom a Homeworld-ot. Nézzük is meg. Remélem nem lesz túl hangos indításkor. Connecting to Shift. Szóval, hogy itt el lehet indítani a Homeworld 1-et, a remasteredet, a Homeworld 2-t, a remasteredet, és a klasszikus 1999-es Homeworld-ot, illetve a Homeworld 2-t, a klasszikust, a nem remasteredet. Ezt tök jól megoldották. Itt van a Homeworld RM 2 Hungarian Translate mód, ezt itt benyomom, hogy select, és akkor így rányomok, hogy launch, és akkor elindul, ha minden igaz. A Loop Hero van tabletra vagy telóra? Szerintem az csak PC-s játék, Loretta. Üdvid mindenkinek, sziasztok! Játékos CPU ellen. Én ezeket itt beállítottam, tehát hogy elvileg maxos lesz az élmény. Kapcsolok a kocka számokat is, hogy lássátok, hogy tényleg sok az FPS, meg ilyenek. Képzeljétek amúgy a Homeworld-höz csináltak magyar szinkront is, bár lehet, hogy félreértettem, de az lehetséges. Persze, hogy kell a subtitle. Még jó, hogy megnéztem. Nem tudom, hogy ebből mi igaz, de mintha a magyarítások.hu-n ilyet olvastam volna. Bár ez hamarosan kiderül. Ajjaj, ott angolul írogatnak. Újjúj. Na, menjünk az oktatóba, mit szóltok. Lecke 1, bevezetés a Homeworld 2-be. Na, én meg azt hittem ez az 1 lesz. Már nincs is kedvem játszani. Ez a lecke a kamera vezérlésről, egységkiválasztásról és mozgásról szól. Szerintem, amíg ezeket megcsináljuk, sőt, ha tippen nem kéne, a lecke 1 és a lecke 2 lesz ebben az 1 órában játszva. A hármat azt így, az tuti még 2 óra lenne. Üdvözöljük a Homeworld 2-ben. Ez a lecke a kezelőfelületről szól. Kameravezérlés, egységkiválasztás és mozgatás. A legfontosabb dolog a feladatsor. A feladatsor különféle információkat szolgáltat a kiválasztott objektumról, és könnyen elérhetővé teszi az alapvető parancsokat. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Nem jutok szóhoz, ez nekem való. A feladatsort a villogó ikonra kattintva, vagy a backspace-szel lehet kisméretre állítani. Próbálja ki! Jesus! A feladatsor visszaállításához nyomja meg többször a backspace-t. Próbálja ki! Nagyszerű! Az emlékeztető ablak megjeleníti a küldetés korábbi párbeszédeit. Kattintson az emlékeztető ikonra a küldetés korábbi párbeszédeinek megjelenítéséhez. Az emlékeztető ablakból a bezár gombbal lehet kilépni. Nagyszerű! Próbálja ki! A játék során különféle feladatokat fog kapni. A feladatok ad információt az elérendő célokról a küldetésekben. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Most kapott egy új feladatot. A feladatok képernyő megjelenítéséhez kattintson a villogó ikonra. Jó kis villogó ikon, ott van, bal felül. Ez a BKV-s sajnak a hang. Nagyszerű! Istenem, Loretta. Ez a feladatok képernyő. Kattintson a Hogyan játszunk a Homeworld 2-vel feladatra további információkért. Ha ki akar lépni a feladatok képernyőről, kattintson a bezár gombra.
Nagyon tetszett, ahogy mondta, hogy Homeward, Homeward, Shaken Espresso. Ismerkedjen meg a kamera vezéléssel, egység kívánasztással és mozgással. A parancskiadáshoz először válassza ki a hajókat. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Válassza ki a felderítőket a bal egérgombbal. Vétel. Felderítők kiválasztva. Azt mondta... Erősítés érkezett. Péter. Egy második felderítő század indul. Több század kiválasztásához tartsa lent a bal egérgombot, majd húzzon egy téglalapot mindkét felderítő század körül. Ezt hívják téglalap kiválasztásnak. Várjuk a parancsot. Kitűnő. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Péterék, várják a narancsot. Azt mondták, várjuk a narancsot. Figyelje, ahogy a feladatsor frissül a kiválasztás után. A feladatsor minden aktuálisan kiválasztott hajót megjelenít. A hajókat bal kattintással, téglalap kiválasztással és a feladatsoron a hajó ikonjára kattintással lehet kiválasztani. Az űrharc elsajátítása előtt meg kell tanulnia, hogyan irányítsa a kamerát. Itt a kamera egy felderítő századra fókuszál. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Tartsa lent a jobb egérgombot, és a kamera forgatásához mozgassa az egeret. Kitűnő. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Gyakorolja a kamera forgatást. Ha készen áll a folytatásra, kattintson az okéra. Oké, kitűnő. Ön az okéra kattintott. Nagyszerű. Nagyon jól nyomott az okéra. A kamera közelítéséhez és távolításához használja az egér görgőjét, vagy tartsa lent mindkét egérgombot az egér előre-hátra mozgatása közben. Gyakorolja a kamera közelítését. Kitűnő. Kitűnő, ön nagyon jól mozgatja a görgőjét. Hát, még a... Ez nem tudom milyen design, tehát hogy a két gomb egyszerre lenyomva és így tologatva az egeret, ez így zoomol, hát nem tudom, ez szerintem nagyon rossz design. Jó, nem akarom csinálni. A kamera mozgatásához mozgassa az egér kurzort a képernyő széléhez. Kitűnő. Kattintson az okéra a folytatáshoz. A billentyűzet kurzornyílai szintén mozgatják a kamerát. Most mozgassa a kamerát, míg a felderítők eltűnnek a képernyőről. De nincs... Kitűnő. Kattintson az okéra a folytatáshoz, vagy folytassa a gyakorlást. Folytatom inkább a gyakorlást. Na. Ha egy hajóra akarja fókuszálni a kamerát, nyomja meg a középső egérgombot, vagy használja a fókusz billentyűt. Ez az aktuálisan kiválasztott hajóra irányítja a kamerát, ebben az esetben a felderítőkre. Kitűnő. Nem csináltam semmit. Ha egy kiválasztatlan hajóra akar fókuszálni, tartsa lent az altot, és kattintson a bal egérgombbal a tárgyon. Próbálja ki most. A következő téma a szenzorkezelő. Hé, lassíthatnánk? Nyomja meg a szó közt, vagy kattintson a szenzorok ikonra a feladatsoron. Ez nekem túl sok, nagyon gyorsan haladunk, tehát ez nem. Én éppen akartam nektek mutatni egy képet a középső egérgombos egérről. Középső egérgomb. Tehát a három gombos egérről. Csak mert azt mondta, hogy a középső egérgombot. Tudom, hogy az a görgő, tudom, de régebben volt három gombos egér. Azt akarom megkeresni, hogy hát ha nektek volt olyan, nem már, nincs ilyen most itt a Google-ba, hát most ez komoly. Három gombos egér. Istenem. Hát hol van a régi klasszikus három gomb? Jó, hát akkor rákeresek. Na. Na ez az, srácok. A klasszikus háromgombos egér, na figyeljetek, ez nagyon, nagyon OG lesz.
Igen. Hát én nyomom a középségér gomba. Hát ez nagyszerű. Ez pont amúgy ide is illik, retro játék az retro képek. Na, mit szeretnél? Kitűnő, azt mondja, mi? Szóval... Igen, igen, igen. Ha egy kiválasztatlan hajóra akar fókuszálni, tartsa lent az altot és kattintson a bal egérgombbal a tárgyon. Tehát... Alt, bal klik. Ó, oh, nice. A mi első egerünk három gombos volt, görgő nélküli. Ja, az kemény. A szenzor kezelő aktiválásához nyomja meg a szó közt, vagy kattintson a szenzorok ikonra a feladat soron. Olyan fura ez a képernyő eltüntetés amúgy. A szenzor kezelő segítségével sokkal nagyobb távolságból nézheti a világot. Stratégiai mozgásra és hajóirányításra használjuk. Kattintson az okéra a folytatáshoz. A két zöld pont képviseli a két felderítő századot. A szenzor kezelőben láthatja az ilyen aszteroidákhoz hasonló távoli objektumokat. A szenzor kezelő a feladatokról is szolgáltat információt. Kattintson az okéra a folytatáshoz. A teljes retro élmény miatt ilyen egérrel kell játszani? Ja. Még PS2-es billentyűzettel, sőt nem is PS2-es, hanem az a még régebbi csatlakozó típus, azt nem is tudom, hogy hogy hívták, az a kerek, ami nem a PS2, hanem annál nagyobb billentyűzet. A kameravezérlés és hajókiválasztás a szokásos módon működik a szenzorkezelőben. Minden hajóhoz tartozik taktikai információ, röviden TI. A TI segít azonosítani a szövetséges és ellenséges célpontokat. Kattintson az okéra a folytatáshoz. A baráti hajók TI-je zöld, az ellenséges célpontok TI-je piros, a szövetségesek TI-je zöld. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Mi? Hiba volt a rendszerben. A szövetségesek TI-je sárga. Vagy most mi? A tabbal válthat a TI beállítások között. A beállítások különböző mennyiségű információt jelenítenek meg. Kísérletezzen a kamera használatával a szenzorkezelőben. Jó. A szokásos nézetbe a szóközzel térhet vissza. Bárjál. TI. Taktikai információ, oké. Okay. Jó, tehát innen ki kell lépnem. Szevasz. Most átvesszük a hajók mozgását. A flotta hatékony irányításához meg kell tanulnia a 3D űrnavigációt. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Válasszon ki egy felderítő századot. A bal egérgombot és a téglalap kiválasztást is használhatja. Na várjál, hol van a téglalap kiválasztás amúgy? Ja, jó. Tehát ráklikkelhetek egyre, és ki is jelölhetem. Köszi, srácok. Igen. Most jobb kattintás az aszteroida csoportra, a jobb kattintásos mozgásparancs kiadásához. Jó, jobb kattintásos mozgásparancs. Jobb kattintásos mozgásparancsot ad egy hajónak, hogy menjen egy meghatározott pontra. Például egy másik hajóhoz, egy aszteroidához, vagy egy törmelékhez. A kamerát mozgásparancs kiadása közben is lehet mozgatni és közelíteni. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Kíváncsi lennék, hogy amúgy ez hogy nézett ki 99-ben? A felderítők elérték céljukat. A hajókat az űrben bárhová el lehet küldeni. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Bárhová el lehet küldeni. A mozgáskorong használatához kattintson a jobb egérgombbal az űrben, vagy nyomja meg az M mozgásgyors billentyűt. Kitűnő.
A mozgáskorong jelzi a kiválasztott egység síkját. Kattintson a jobb egérgombbal a célon a mozgásparancs kiadásához. Csapás, a hajó most elmegy a megjelölt helyre. A következő lecke a vertikális mozgást mutatja be. Bár a jobb kattintásos mozgás a legtöbb helyzetben elegendő, a taktikai előnyökhöz a vertikális mozgásra is szükség van. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Jelenítse meg a szenzorkezelőt. A jel a térképen a világ síkja felett található. A világ síkja a térkép közepén található vízszintes korong. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Kattintson az űrben a jobb egérgombbal, vagy nyomja meg a mozgás gyors billentyűt a mozgáskorong megjelenítéséhez. A célállomás emeléséhez és csökkentéséhez tartsa lent a bal egérgombot, és mozgassa az egeret felfelé és lefelé. Adjon parancsot egy hajónak, hogy... Jó! Adjon parancsot a... Jó! Ez amúgy nagyon durva, tehát, hogy így... Így mozgunk a térbe, ez nagyon tetszik, ahogy ki lett találva. Vége az első leckének. Gyakorolja a kamera használatát, a hajók kiválasztását és a mozgásparancs kiadását. Ha készen áll a folytatásra, kattintson az okéra, hogy a következő leckéhez jusson. Ja, és a magasságot úgy látjuk egyébként, hogy így nő a csík. Tehát úgy megy feljebb, illetve lejjebb. Wow. Tök király. Nyers a gyűjtés és harc. A hajóépítésről és a harcról szól. A hajóépítéshez és az új technológiák kutatásához nyersanyagokat kell gyűjtenie. A nyersanyagokat aszteroidákról és hajóroncsokról lehet begyűjteni. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Hát én el tudnám képzelni magam amúgy, hogy a játékokkal így játszom. Magyar szinkronnal. Ezt amúgy el tudnám képzelni. A begyűjtéshez kattintson a nyersanyaggyűjtőre, majd a jobb egérgombbal kattintson a megjelölt aszteroidán. Próbálja ki! Próbálom ki! Várjuk a parancsokat. Indulunk az úti célhoz. A nyersanyaggyűjtő parancsokra vár. Szóval... Kattintson a nyersanyaggyűjtőre, majd jobb egér... Oké. Ja, tehát az aszteroida. Oké. Készen állunk. Gyűjtés kitűnő. Megerősítve. Jó. Hülyeséget csináltam. A begyűjtés gyors billentyű H megparancsolja a kiválasztott nyersanyaggyűjtőnek, hogy közeli nyersanyagokat gyűjtsenek. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Szerintem nagyon keresném, hogy megtalálnám az eredeti CD-s verziót valahol otthon. De menő léto, szevasz fumi rosszi. Mi ez, jó ez? Hát nem tudom, most fog kiderülni. Amúgy elvileg nagyon jó, mert ez 1999-es év egyik legjobb játéka, vagyis legalábbis legjobb stratégiai játéka biztosan. Tehát meg kell nyomni a hát. Jó, tehát hogyha nyomok egy hát, akkor a legközelebbi nyersanyagot gyűjti be. A gyártóhajók, mint ez az anyahajó, képesek hajókat építeni. Kattintson az építés gombra B az építés képernyő megjelenítéséhez. B. Az aktuálisan megjelenített menü mutatja a rendelkezésre álló vadászosztályú hajókat. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Azt mondta, hazamegyünk. Szóval, igen. Mi? Mit mondod? Ja, csak annyi, hogy ott vannak. Kattintson a felderítő ikonra a felderítő század építésének megkezdéséhez. Catch you on the inward bounder.
Ez mi volt? Nekem ne beszéljetek itt idegen nyelven. Figyelje, ahogy a folyamatjelző sáv növekszik, és jelzi az aktuális építési feladat állását. Ott növekszik, ott megcsökken. Szevasz, Moga. Sziasztok. Szervusz, Kármaster. Kattintson a kutatás gombra, vagy a kutatás gyors billentyűre. R a kutatás képernyő megjelenítéséhez. Ott van amúgy kutatás. Konkrétan kutat fogunk ásni az űrbe. A magyar hang amúgy nem tudom, hogy a magyar szinkron nem tudom mikor készült a játékhoz, de nincs, szerintem amúgy úgy adták ki a játékot, amúgy. Úgy adhatták ki a Homeworld 1-et és a 2-t. De a remasterben nincs benne alapból. Ha tippelnem kéne. Ez a kutatás képernyő. Ez a kutatás képernyő. A felderítő szenzor technológia kutatható. Ez fejleszti a felderítő szenzor. A Modest Fellowship expands. Praise the sub. Akkor javított felderítő szenzor technológiát fogok mostan kutatni. Lehetővé teszi a felderítőknek, hogy egy pillanatra felfedjék az ellenséges egységeket a küldetés helyén. Minden fejlesztés új építéseket tesz lehetővé, vagy fejleszti a hajóit. A győzelem szempontjából kritikus, hogy mit kutatunk és fejlesztünk. Hé, nem mondtál, hogy nyomjon az oké gombra. Köszi szépen maga az ajándékot a Lorettának. Köszi, köszi. Felderítő szenzor kutatás befejeződött. Készüljön a harci tréning megkezdésére. Ajaj. Rendelkezésére áll egy bombázóraj és egy robot fregatt. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Melyik a raj? Felderítő, bombázó, bombázó. Robot fregatt, torpedó fregatt van ott nekem. A támadáshoz válassza ki a bombázórajt, majd kattintson a jobb egérgombbal a robotfregatton. Adjon parancsot a bombázóknak, hogy támadják meg a robotfregattokat most. Ja, várjál, ez CPU 1 konkrétan. Jó. Értettük. Várjuk a parancsokat. Várjuk a parancsokat. Készen állunk. Készen állunk. Vettük. Vétel. Igen. Vétel. Péter, várjuk a narancsot. Csapásmérők készüljenek a támadásra. Csapásmérők készüljenek a támadásra. Több célpont megtámadásához tartsa lenne a kontrollt, majd téglalap kiválasztással határozza meg a célpontokat. Támadja meg a három robot fregattot most. Most. Értettük. Csapásmérő támadás parancs megerősítve. Nem jött össze. Készen állunk. Csapásmérő harci pozícióba. Én most nem jól csináltam. Ja, de jó, oké. Köszi, Cashol. Hát az Imperium Galactica az nekem kibaradt. Várjuk a narancsokat. Várjuk a narancsokat. Gratulálunk. Most már tisztában van a Homeworld 2 játék alapjaival. Homeworld 2, Shaken Espresso, Controversial, Haladó narancsok. Ez a lecke a csoportvezérlésről, a speciális akciókról és a haladó parancsokról szól. A vezérlő csoportok segítségével kiválaszthat egy hajórajt, és az egyik szám billentyűhöz rendelheti. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Számbillentyű kihasználóját 2023-ban. Szóval vezérlő csoportok segítségével. Az most micsoda? Ez az. Nem tudom, az amúgy mi. Az amúgy vissza a jelölést? De durva. Hát ez nagyon király. A korábban kijelöltek. Legszebb Shaken Espresso. Köszi, köszi, köszi. Ez sokat gyakor. Az a helyzet, hogy annyiszor szembe jön velem milyen hülyeség, hogy akarva akaratlanul is.
Szóval hogyan kéne számhoz rendelni? Ctrl 1, tessék. Hát mint az Age of Empires-ben, ez nagyon megy nekünk. Hozzárendelte a csoportot az egyes számhoz. Ott is van. Mostantól az egyes billentyű megnyomásával, vagy az egy ikonra kattintva lehet kiválasztani az egyes csoportot. Hol van egy ikon? Ja, hogy ott? Ott vannak amúgy a vezélő csoportok. Hát majdnem kiszúrta a szemem. Ha kétszer nyomja meg az egyes billentyűt, a kamera az interceptorokra fókuszál. Összesen 10 csoportot hozhat létre, melynek mindegyike az egyik szám billentyűnek felel meg. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Control Virgil. Azt mondja, igen, jó. Tessék. És azt mondják, hogy egyes csoport. Jó, hát ezt meg kell nézzük. Egyes csoport kész. Kettes csoport kész. Készen állunk. Vettük. Hármas csoport. Négyes csoport kész. Ötös csoport. Hatos csoport vétel. Hetes csoport kész. Nyolcas csoport vétel. Kilences csoport vétel. És hogy kell a tízest, tízesre bindolni? Nullával, oké. Most rendelje az újonnan érkezett bombázókat a kettes csoporthoz. A bombázók a kettesen várakoznak. Na. Várjuk a parancsokat. Várjuk a narancsokat. Kitűnő. Most adjon parancsot a kettes csoportnak, hogy támadja meg a hiperűrből éppen kilépő ellenséges fregattot. Hol van? Ott van. Kettes csoport, támadás! Kettes csoport vétel. Csapás mérő harci pozícióba. Zsapás mérő harci pozíció. Kettes csoport, győzött. Rendben. A következő leckék a speciális akciókról szólnak. A speciális akciók a hajótól függenek. A most érkezett anyahajó álcázó generátorral rendelkezik. A speciális akciók használatához először válassza ki a hadihajót. Kettes csapat végzett. Rendben. Szétzúztunk egy hajót. Rendben. Mit kell csinálni? A most érkezett anyahajó álcázó generátorral rendelkezik, a speciális akciók használatához először válassza ki a hadihajót. Most ez a fül jeleníti meg az összes speciális akciót. A jobb alsó sarokban. Az álcázás képesség ikon aktív. Nyomja meg az álcázás ikont az anyahajó álcázó generátorának aktiválásához. A speciális akciókat a Shift menüből is lehet aktiválni. A Shift menü belépéshez tartsa lenn a Shiftet, majd kattintson a jobb egérgombbal egy hajón vagy az űrben. A speciális akciók parancsikonokkal vagy a Shift menün keresztül adjon parancsot az anyahajónak az álca megszüntetésére. Wow! Amúgy hol van a... Hol van az? Álca. Hát nem tudok rányomni. Értettük. Értették, hogy nem tudok rányomni. Készen állunk. Na várjál. Shift. Jobb, aha, igen, tehát shift és jobb klik. Miért tűnik el? Na, tehát most itt van, de az álca az így nem világít. Hát nem tudom, na mindegy. Igen. Akkor ez nem működik. Álca ki. Az álcázástól eltérően bizonyos speciális akciókhoz célpontra is szükség van. A tengerészgyalogos fregatt egy ilyen példa. A tengerészgyalogos fregattokat ellenséges hajók elfoglalására használják. Egy ellenséges hajó elfoglalásához válassza ki a tengerészgyalogos fregattot, majd a jobb egérgombbal kattintson rá az ellenséges fregatra. A Shift menüt is használhatja. Az nem megy nekem, ne haragudj.
Ja, itt van amúgy. Itt, ott. Ott van. Hogy is, ja igen, arrébb kéne menjünk. Ú, de jól néz ki amúgy. Készen állunk. Indulunk az úti célhoz. Célpont megerősítve. Kapcsolódási pont befogva. Készüljenek ellenállásra. Bent találkozunk. Wow! Amúgy jót csinálunk, vagy most így mi történik? Ja, ennyi. Akkor jól csináljuk. Azt mondta, lent tanálkozunk. Külnyű ellenállásba ütköztünk. Fejezzük be! Hát tudom, ma nem magyar fejlesztésű játék, ha csak a Relic Entertainment az... Jó emberek, a híd a miénk. Az nem magyar csapat lett volna. A következő Sierra volt a kiadó és a Relic volt a fejlesztő. Alapértelmezett taktikájukat használják. A taktika határozza meg, hogy hogyan reagálnak a hajók az ellenséges célpontokra. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Az agresszívra állított egységek mindig visszatámadnak. A védekező hajók megvédik a baráti hajókat, de nem üldözik az ellenséges célpontokat. Ez az alapértelmezett taktika. A passzív taktika parancsot ad az egységnek a visszavonulásra. Nem támadják meg az ellenséget. A taktika a hajók alakzataira is befolyással van. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Gondolom itt vannak ezek valahol. Őrzés, mozgás, támadás, az meg 2807. Akkor ez lenne az? Aha, itt van. Agresszív F2, védekező F3 és passzív F4. Van itt agresszív F5 is amúgy, ez nem tudom miben másabb. Amúgy, nem tudom, ez így most mi? Damage up, speed down, wow, és evázív, meg neutrális, akkor ez már valószínűleg a remasterdel jött be. Ja, nem tudom, az helyzet nem vágom, hogy a szinkron mi a helyzet, hogy az most így alapba volt a 99-es verzióba, vagy most az most így hogy van, Johnny, úgyhogy jó kérdés. A kiválasztott hajók taktikájának megváltoztatásához kattintson a taktikára, és válassza ki a taktikát. Használhatja a taktika gyors billentyűket is. A csapásmérő csoport egy olyan formáció, mely támogatja egymást csatában. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Túl sok volt az egy mondatba kerülő taktika szó, és elvesztettem magam. Válassza ki a hajókat. Tessék. Most válasszon ki egy csapásmérő formációt a csapásmérő menüből a feladatsoron. Az melyik? Tessék. Ne legyenek kíméletesek. Védekező magatartás. Passzív taktika megerősítve. Leállunk. Álljanak le, várakozunk. Nyugalom. Maradjanak éberek. Védekező taktika megerősítve. Figyeljenek. Maradjanak éberek. Fegyverek teljes energián. Agresszív taktika megerősítve. Bármikor tüzelhetnek. Bármikor tüzelhetünk. Na és akkor azt mondja, most válaszol ki csapásmérő formációk. Ja, hogy itt. Na várja, a formációk. Rendben. Azok valahol itt vannak, nem? Nem. Akkor itt vannak alul. Csatafalanx. Jól van. A csapásmérők hatékonyabbak, mint részeik összessége. Azonban a csapásmérők csak a leglassabb egység sebességével haladhatnak. Ezért a csapásmérő kompromisszum a sebesség és hatékonyság között. Az útjelzők segítségével meghatározott útvonalakon haladhat hajóival. Ezzel aszteroida mezőket kerülhet meg, vagy orv támadást indíthat. Kattintson az okéra a folytatáshoz. Szóval lehet útvonalat megadni. A
az irányba, nem csak az, hogy most akkor A pontból B-be, hanem hogy így pontosan hogy haladjanak. Kattintson az útjelző ikonra, gyors billentyű W, hogy útjelző módba kerüljön. Ebben a módban mozgásparancsokat állíthat sorba. A hajói egymás után haladnak át az útjelzőkön. Gyakorolja ezt. Az útjelzőket olyan szokásos parancsok kiadására is lehet használni, mint a támadás és a begyűjtés. Azonban a parancs kiadása után az útvonal ott véget ér. Az útvonal bezárásához egyszerűen nyomja meg az útjelző ikont, a W gyors billentyűt vagy az Escape-et. Sikeresen teljesítette a Homeworld 2 utolsó leckéjét. Ha gyakorolni akarja ezeket, végül egyre erősebb csapataival kell szembenéznie. Homeworld, végül. Jó. Nem tudom. Most így elmondta, hogy W, de amúgy meg így nem mondta el, hogy most akkor... Mi van? Útjelző megerősítve. Ez itt 3D-s útvonalat adtam a csapatomnak, nézzétek milyen szépen mennek. Na, Végör, let's go Végör. Amúgy kikapcsolom a kocka számokat, nem kellenek. Na, kilövés. Na srácok, egy kis extrák. Nem, amúgy nem ilyet akarunk. Játékos CPU ellen. Kalácska? Csöndet a teremben. Csöndet. CPU ellen játszunk, profi CPU ellen, aki Végör, és őt a 8-as csapatba szeretném. Hát deathmatch, és mehet. Wow, milyen menő volt, ahogy leszpónoltunk. Ott a föld, amúgy mennyire rohadt jól néz ki, basszus. Nem is tetszik, nem magyarul beszél. Vétel, nyersanyagok befogva. Vezérhajó. Készen állunk. Azt is lehet mondani nekik, készen hogy há. Értettük. Nyersanyagok befogva. Várjuk a parancsokat. Gyűjtés megerősítve. Értettük. Gyűjtés megerősítve. Vezérhajó. Gyártás folyamatban. Készen állunk. Igen. Wow! Azt a rohadt. A felderítő század elkészült. Vettük. Készen állunk. Egyes csoport kijelölve. És hova akarják menni? Várjuk a parancsokat. Egyes csoport. Csapásmérő koordináták befogva. Igen. Vettük. Indulunk az úti célhoz. Jaj. Hát most így nem tudom, mit tanultam Vezér, amúgy. Tehát, hogy lehet kutatni, igen, és így... Gyártás folyamatban.
Miket tanultunk szerintetek? Hát, hogy így most megtanultunk, hogy lehet kutatni, megtanultuk azt, hogy hogyan kell utasítgatni a hajókat. Várjuk a parancsokat. A nyersanyaggyűjtő parancsokra vár. Csatahajó támadás megkezdve. Egyes csoport vétel. Megtámadjuk a csatahajót. Ezt mit csinál itt? Hoppá! Hoppá! Vezérhajó! Megvan, megtaláltuk az ellenséget. A vezérhajó vadászgyára elkészült. Új vadászokat lehet építeni. Gyártás folyamatban. Gyártás folyamatban. Értettük. Vezérhajó. Várjuk a parancsokat. Építés folyamatban. Na, vadászgyárt megcsináljuk. Igen. A csapásmérő támadás érte. Eltaláltak. Assault craft squadron complete. Jönnek. Az helyzet már jönnek. Rendben. Vezérhajó. Egyes csoport hozzárendelve. Dokkolás megkezdve a hadihajón. Vezérhajó. Gyártás folyamatban. Gyártás folyamatban. Értettük. Nyersanyagok úton. A hadihajó vadászgyára elkészült. Vezérhajó. Assault craft squadron complete. Vétel. Megkapta a zöld jelzést. Ellenség elpusztítva. Várjuk a parancsokat. Ennyi? Egyes csoport. Egyes csapat? Nagyon jók vagytok. Vettük. Építés folyamatban. Kikötő szabad. Kikötő szabad. Készen állunk. Koordináták megerősítve. Igen, ez így elég egyszerűnek tűnik. Assault craft squadron complete. Vezérhajó. Rendben. Új irány beállítva. Vezérhajó. Igen. Vadászgyár, kutatómodul, fúziós bombakutatás. Hogyan lesz kutatómodulunk például? Assault craft squadron complete. Készen állunk. Na, várjál. Vezérhajó. Na, ott van. Nyersanyaggyűjtő. Mobil finomító. Gyártás folyamatban. Assault craft squadron complete. Ezt nem tudom amúgy, hogy csináltam. Hiperhűr szenzor. Fejlett szenzor egység. Gyártás folyamatban. Mert a kutató modul is. Vettük. Nagy távolságú szenzoros eszköz, egy lövéses mozgás. Szerelés folyamatban. Várjuk a parancsokat. A nyersanyaggyűjtő. Új, ott jönnek. Parancsára. A szonda elkészült. A csapásmérő ellenséges egységeket észlelt. Segítünk a baráti egységeknek. Tűha! Ellenséget észleltünk. Erőre. Assault craft squadron complete. A vezérhajó szenzor egysége elkészült. Alright, stay with me now. Összeterelés folyamatban. Készen állunk. Segítünk a baráti egységeknek. Segítünk a baráti egységeknek. Vezérhajó. Készen állunk. Várjuk a parancsokat. Nyersanyagok befogva. A hadihajó vadászgyárát támadás érte. Új fejlesztések váltak elérhetővé. Új építési opciók. Átszázó generátor. Segítünk a baráti egységekre. Hiperürgátló. Wow. Gyártás folyamatban. A támadás befejeződött. További parancsokat várunk.
Na, legyőztük őket. Vezérhajó. Azt mondja, hogy szonda. Csatahajógyár. Jártás folyamatban. Igen. Hát te tutoriálos csaj, már ez már veszett ügy. Építés folyamatban. Itt egy felderítő. Na szóval, kutatás. Vadászosztály. Növeli a vadászosztály maximális sebességét. Lehetővé teszi a korvett osztályú gyár építését. Lándzsa vadász. Na jó, hát itt most már akkor kezd bonyolultabb lenni a dolog. Az arrendszer építése befejeződött. Vezérhajó. Tessék, kérünk egy szondát is. A mobil nyersalag lelakó hely, két nyersalag gyűjtő dokkolat egyszerre. A fejlesztés befejeződött. A szonda elkészült. Aha, motor, és akkor ott van nyersanyag lerakó. Vezérhajó tűzvezérlő tornya elkészült. A vezérhajó tűzvezérlő tornya elkészült. A kutatás befejeződött. Új építési opciók érhetők el. Hiperőszenzor. Gravitáció fejlesztő. Vezérhajó. Jártás folyamatban. Jártás folyamatban. Mert kár, hogy nem mutatja, hogy hány nyersanyaggyűjtőt csinál amúgy. Valószínűleg amúgy ott lenne, csak nem fér ki a magyar szöveg. Várjuk a parancsokat. Az arrendszer építése befejeződött. Értettük. A nyersanyaggyűjtő elkészült. A nyersanyag meg elfogyott. Várjuk a parancsokat. Vétel. Vettük. Igen. Nyersanyagok befogva. Köszi, kuncsom. Új fejlesztések váltak elérhetővé. A vezérhajó csatahajógyára elkészült. Vezérhajó. Tudunk csinálni hadihajót. Jártás folyamatban. Az a gond, hogy az kevés lesz. Nyersanyaggyűjtő kell meg. Kéne... A nyersanyaggyűjtő elkészült. Vettük. Kéne ilyen hiperűrt ugrani. Úton vagyunk. Rendben. A rendszer legyártva. Elpusztít, állsz a kamikáze. Ha. Úton vagyunk. A nyersanyaggyűjtő elkészült. Igen. Csapásmérő koordináták befogva. Status report. Ellenséget észleltünk. Erőre. Segítünk a baráti egységeknek. Segítsetek, mert megtámadták a bázist ezek a szemetek. Vezérhajó. Várjuk a parancsokat. Nyersanyagok úton. Vezérhajó. A nyersanyaggyűjtő elkészült. Ott egy szonda. Vettük. Ellenség elpusztítva. Várjuk a parancsokat. Készen állunk. Nyersanyagok úton. Vezérhajó. Várjuk a parancsokat. Értettük. Csapásmérő koordináták befogva. Meg kéne támadni, srácok. Válaszunk valami alakzatot? Most ez a dárc van. Új alakzat megerősítve. És akkor megy a csatafalanx. Koordináták befogva.
értettük. Gyűjtés megerősítve. Vezérhajó. Gyártás folyamatban. Ott scoutol folyamatosan ez a szemét. Ez elég egyértelmű, tehát, hogy ő ott van. Figyelem, flotta! Túl sok gyűjtő van itt. Számítsanak késésekre. A nyersanyaggyűjtő elkészült. Na, várjál. Akkor kell mobil finomító. Gyártás folyamatban. Várjuk a parancsokat. A hadihajó? Ez. Vezérhajó. A hadihajó az, és ő is ugyanúgy tud gyártani dolgokat, csak ő kisebb. Vezérhajó. Tehát ez 4 gyártási helyen rendelkezik, 4 modullal, 1 szenzorral, ez meg kisebb, ugye? Hali? Szóval csinálhatnánk... kutatást? Nem tudom amúgy, mit lehetne csinálni. Kéne kutató modul, csak annak már nincs hely. Azt se tudom, hogy milyen modulok vannak amúgy. Tűzvezérlő torony és hiperürgátló. Ja. Ilyenek vannak rajta. Vezérhajó. És akkor még átszázó generátort lehetne rakni amúgy erre a vezérhajóra. Kérünk egy hadihajót, és akkor hát, ha azon tudunk kutatni. Gyártás folyamatban. Vétel. Tűha, itt aztán tényleg vannak. A nyersanyaggyűjtő elkészült. Gyűjtés megerősítve. Készen állunk. Gyűjtés megerősítve. Nyersanyagok befogva. Vezérhajó. Ja, ott írja, hogy van egy darab csatahajó osztályunk. A nyersanyaggyűjtők ellenséget észleltek. Ellenséget észleltünk. Erőre. Támadás érte a barátainkat. Oda megyünk. Hoppá. Várjuk a parancsokat. Támadás indul. Ellenség közeledik. Várjuk a parancsokat. Összeszerelés folyamatban. A mobil finomító elkészül. Építés folyamatban. Vezérhajó. Vettük. Nem tudom, hogy hol lehet a mobil finomító. Vezérhajó. Eltaláltam. Úristen. Neki még rombolója is van. Egyes csoport győzött. Értettem. A hadihajó elkészül. Vezérhajó. Gyártás folyamatban. Építünk közben egy korvett gyárat. Szerencsére most jók vagyunk amúgy nyersanyagban. Ujjjjj. Vettük. Vezérhajó. Hoppá. Elkészült. Új építési opciók érhetők el. Assault craft squadron complete. Platform vezérlő modul. Parancsára. Jó, nem küldjük olyan messzire. Assault craft squadron complete. Rendben. Csapásmérő koordináták befogva. Vétel. Új alakzat megerősítve. Hogy állunk nyersanyaggal? 28,000 még van. Vezérhajó. Assault craft squadron complete. Új fejlesztések váltak elérhetővé. A vezérhajó korvett gyára elkészült. Készen állunk. Minden fegyvert a célpontra. Vezérhajó. Rakít a korvett! A ellenséges egységeket észlel. Gyártás folyamatban. A vezérhajó úton van. Értettük. Tüzet nyitottak a csapásmérőre.
találatot szenvedtek. Vezérhajó. Assault Craft Squadron complete. Új kutatás vált elérhetővé. A hadihajó platformjára elkészül. Új platformokat lehet építeni. Várjuk a parancsokat. Az anyahajót... Ágyú platform. Segítünk a baráti egységeknek. Összeszerelés folyamatban. Eltaláltam. A rakétakorvett század elkészül. Vezérhajó. Hiperürgátló mezőbe léptünk. Segítünk a baráti egységeknek. Hiperürgátló mezőbe léptek. Jézusom! Találatot szemben. Vissza. Tím, vissza. Eltaláltak. Készen állunk. Csatahajó támadás megkezdve. A csapásmérőt támadás érte. Tüzet nyitottak a csapásmérőre. Vezérhajó. Gyártás folyamatban. Találatot szenvedtem. Rendben. Összeszerelés folyamatban. A csapásmérő ellenséges egységeket észlelt. Igen, nagyon előre mentek ezek a hajók. Ellenséges egységeket észlelt. Vétel. A rombolót valószínűleg nem fogjuk tudni szétszedni. A csapásmérőre. Értettük. Támadó fregattokkal van. Találatot szenvedte. Na azért megy le a HP-juk szépen, csak hát nyilván ők többen értettük. Vannak. Igen. Vezérhajó. De hova mész? De csak vissza. Eltaláltak. Készen állunk. Találatot szenvedtem. Eltaláltak. Assault Craft Squadron complete. Kikötő szabad. Kikötő szabad. Kikötő szabad. A rakétakorvett század elkészült. Mozgás parancs megerősítve. Vezérhajó. Rendben. Várjuk a parancsokat. Eltűntek az egységek. Hát... ez így... offos. Vettük. Vették. Vették, hogy ez offos. Az anyahajót támadás érte. Vettük. Támadás érte a barátainkat. Oda megyünk. Várjuk a parancsokat. Eltaláltak. Assault Craft Squadron complete. Vezérhajó. Értettük. Vettük. De legalább láthatjátok működés közben az ágyú platformot. A rakétakorvett század elkészül. Mondjuk nem tudom, hogy hogy megy ez, hogy négy ágyú platform van rajta. Mozdulatlan vadászellárító fegyverplatform, telepítés után nem lehet mozgatni. Igen, építés folyamatban. Gyártás folyamatban. Ott az egyik hadihajója az mindjárt kapja. Jó, mondjuk a vez... ja, hogy ez az enyém. Jó, ott az ágyú platform, most már látom. Ó, és az ágyú platformokat szétszedték. Láncban. A nyersanyaggyűjtők ellenséget észleltek. Aha, tehát ott a felderítők a magasan vannak. Behatoló fregat, támadó fregat, nehéz rakéta fregat és a romboló. Hadihajó megsemmisítve. Nyersanyag hűtő megsemmisítve. A csapásmérő támadás érte. A nyersanyag hűtők ellenségét. Üzelnek a nyersanyag hűtőre. A korvett század elkészül. A nyersanyag tűző megsemmisül. Nyersanyag tűző megsemmisül.
Hát a legnehezebb ellenséget választottam, úgyhogy ez várható volt. Igazándiból. Kérünk egy ilyet. A flottája vereséget szenvedett. Fele annyi ponton volt, mint a botnak. Jó. Mozik. Mozik. Érdekes kis stratégiai játék ez a Homeworld. Hogy így térben kell gondolkodni. Egy nyersanyagod van, és sok opciód, ami specifikus szerepet tölt be. Egyik hajó, egy másik hajó ellen jó, másik hajó, harmadik hajó ellen jó, kutatni kell, és jól gazdálkodni a nyersanyaggal. Hát ez biztos, hogy ez amúgy nem egy egyszerű játék, főleg úgy, hogy ez az első olyan játék, ahol így ennyire térbe kellett gondolkodni, hogy most akkor a hajóknak hogyan kéne mennie. Láttátok, hogy a felderítői például fölöttünk voltak jóval, és onnan csekkolgattak minket. Ezt amúgy el tudnám képzelni, hogyha turn-based lenne, de így, hogy RTS, ez kemény dió. Ez kemény dió. Viszont felüldülés volt egyébként magyar szinkront hallani, de hát nem egy mai játékról van szó, azért tök király, hogy megcsinálták a modderek azt, hogy a remasterhez is elérhető legyen. Bízom benne, hogy majd megcsinálják, hogy az Epic Games-es verzióhoz is elérhető legyen. Ugye én most Epic Games-ben nyomtam, de én hát bemásoltam a Steam-es játék modját. Ez így első látása, úgyhogy annyira már nem vagyok az RTS zsandra lelkes fogyasztója, játszója, ez így kemény volt. Ez kemény volt. Hát remélem, hogy tudtam segíteni azzal kapcsolatban, hogy ezt be akarjátok gyűjteni, vagy ki akarjátok próbálni, vagy esetleg nézni róla még több streamet, videót. Részemről ez ennyi volt.